Gratulálunk, hát el tudom képzelni, mennyire fáradt vagy. Igen, fáradt vagyok, de azt gondolom, hogy ez a győzelem kárpótol mindenért. Sikerült a múlt heti hibánkat kijavítani. Köszönjük a szurkolóknak ezt a fantasztikus szurkolást, hiszen nélkülük azt gondolom, hogy nem sikerült volna. Milyen érzés volt újra a kezdőcsapatba helyet kapni? Nagyszerű érzés, azért az esetemben tudni kell, hogy nem szabad elfelejteni, hogy honnan indultam. Én egy évvel ezelőtt a másodosztályban játszottam, nyilván nem lenézve a bajnokságot, de ez egy másik szint. Ma meg az Európa Ligában egyszerűen az Vezde ellen tudtam kezdőként játszani, és nyertünk, úgyhogy ez egy hatalmas dolog az életemben, és azt gondolom, hogy Ferencváros megadta nekem ezt a lehetőséget, amire nagyon büszke vagyok, és nagyon hálás vagyok a klubnak. Főleg ez a mai volt más szint, nem? Így belülről azért elnézve ez még az NB1-nél is sokkal magasabb szint. Abszolút, ugye egy nemzetközi meccsről beszélünk. Hatalmas volt ugye az Irán, nekem is azért még az elején volt egy-két helyezkedési problémám. Ezeket azt gondolom, hogy ki kell javítani a jövőben, hiszen itt már nem fél bele minden hibát, csúnyán megbosszulna az ellenfélát. A szögletnél ugye egy technikai hiba miatt labdát vesztettem, utána gólt is kaptunk belőle, de azt gondolom, hogy a csapat erejét is mutatja az, hogy egyből válaszolni tudtunk rá, és nagyon büszke vagyok a srácokra. Gólpassz milyen érzés? Szemi megköszönte? Igen, mondta, hogy nagyon jó labda volt, de azt gondolom, hogy ez nem lényeges, most nem akarom ezt magamra kihegyezni, ez egy csapatmunka volt, és azok ugyanúgy óriásit melöztök, úgyhogy erre dicséret mindenkinek. A múlt heti vereség után nagyon szépen összeszedtétek magatokat, egyáltalán nem látszott a csapaton, hogy bármi is bennetek van a tolnámányt, az ütés bennetek van a tolnámányt. Igen, azt gondolom, a futballban van ilyen, nem úgy sikerül egy-egy mérkőzés, ez a kint ilyen volt. Kicsit azt gondolom, hogy szétestünk, de ma megmutattuk, hogy egy csapatként tudunk küzdeni, és fantasztikus szurkolóinkkal ez ma sikerült.